kedvezett a jó idő a mediterrán virágoknak, családi nap a Kifliben, elismerésben részesült Kovácsné Kacsó Emília, a nők kulcs szerepet játszanak a vidéki települések fejlődésében. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 25-én 18 óra 5 perckor. Ma már a jellegzetes mediterrán növényeket akár otthonunkban, a kertben vagy a teraszon is nevelhetjük némi odafigyeléssel és törődéssel. Köszöntöm nézőnket, Ézsiás Antalla, itt a tubarózsák mellett beszélgetünk. Már most lehet látni a sorát, bár nem elégedett, ahogy itt az előbb elmondta nekünk. Hát, igazából nem vagyok annyira elégedett, tavaly ilyenkor jobb állományom volt. Nem is volt erőteljesebb, bár időarányosan nehéz ezt most megmondani. Csak most nem bújt ki annyi, mondják itt így a kunok, hogy nem bújt ki. Hát mondom, ez se bújt ki mind, amit én szeretem volna, és kicsi az esélye, hogy majd ki fog jönni. Tehát a türelem virága egyébként, tehát ez nem úgy működik, hogy elhajítom, aztán már másnap terem vagy virágzik. Itt nagyon ki kell várni azt, hogy mikor egyáltalán, mikor lesz olyan növényem, amely lesz majd virághajtás. A tubarózsa ez egy érdekes dolog. Annak idején, mikor megkaptuk ezt a hagymát, még Szabó Pistától, tordai származású barátunk, kollégánk volt, vagy már most volt csak ugye menősézni dolgozni. Ott a feleségemnek, hogy próbáljuk át, hogy én is úgy voltam, hogy jó, mi ez, minek ez, meg bedugtuk a fasorba, aztán vagy megkigyomláltuk, vagy nem, mert se tudtuk, hogy mikor jön, meg hogy néz ki. És utána elkezdett, vagy 6-8 év, amikor rájöttünk arra, hogy nézzed, mi majd virág is lesz. És akkor ennek már most lassan 20 éve, most tartok ott, most kezdem megtanulni, hogy a tubarózsát mit is szeretne, mit is akar, és mit is kellene vele kezdeni, hogy egyáltalán tudjak róla beszélni, meg hogy tudjak valakinek tanácsot adni, hogy na most ezt vagy azt vagy. Ennek a teletetése azért nem egyszerű dolog, tehát itt nem úgy működik, hogy behajítom valahoztán, vagy megtalálom, vagy nem. Ennek amit én elkövetek vele, már az is egy borzalmas dolog. A kardvilág azért már egy picit jobb állapotban van. Igen, a kardvilág az a növény, amelyiket hát korábban lehet, időre most nem tudom pontosan, de ez március végi ültetés, ami azt jelenti, hogy ott négy sor kardvilág, olyan 60-70 tő egy soron, az előbb van, tehát bíz van abban, hogy az időeltolódás az esetleg bejön, és akkor az első ültetés az elvirágzik, és a másodikkal majd folytatom. Ez úgy is van irányítva, hogy az erőteljesebb hagymákat, vagy gumókat, azokat ugye próbáltam kiszedni, és azok erőteljesebb növekedést mutatnak, tehát van esély arra, hogy most egy normális viszonyok között két hét múlva lehet kardvirágot szüredelni. Akkor már igazi színkavalkád lesz, hiszen nagyon sokszínű. Hát aránylag sokszínű, de rózsaszín a domináló. Tudnélik a vásárolt egyéb ezotikus színek azok, vagy nem bírják ezt a körülményeket, és azok mindig úgy elfogynak. Van mikor újítok, de egyébként nem jellemző. Nekem az a rózsaszín az éppen gyönyörű, az bírja a természeti hatásokat is, hát mondjuk akármit nem bír el, de ez nagyon szépen sokáig tartja. Itt biztosan úgy fogalmazott az előbb, hogy a 20-as villanyoszlop a kert végében van, de azért vannak még jellegzetes virágok, ami alapján meg lehet találni az ön kertjét. Igen, hát a családom, a kisebb lányom a Detroitba élt másfél évig, és onnan hoztak ilyen virág, meg egy magvakat, és abból ez a úgynevezett folyófű származék, tehát egy convolvulus faj, egy virágfajtája, amelyik gyönyörű, ilyen kék, égszín kék lilás virágot hoz. Ez délelőtt gyönyörűen díszlik, és délután lebecsugolik. Ez egy ilyen eltörülő elfolyó is növényke, és azt tettem annak idején az út mellé, hogy ott lássák mások, hát én a kert közepi hiába teszem, ott már nem látják a tolvaj, mert nem az ilyen virágot nézze. És akkor mellette szokott lenni még őszi rózsa, vagy legény rózsa, most a legény rózsát az nem vetettem, mert az egy nem igazán olyan. Nagyon szép a virág, de temetőben nem jó, mert egy nap után az tönkre megy, és ezek vannak ott az elején. A Kifli, azaz a Karcag Ifjúsági és Lurkó Iroda székházában Bálaga Jánossal beszélgettünk a Központ Ifjúsági Egyesület augusztus 29-i családi napjáról.
Az Egyesület munkatársai és a Karcagi Városi Diák Önkormányzat fiataljai még a tanévkezdés előtt augusztus 29-én családi napra invitálja a város apraja nagyját. A helyszín a Városudvar lesz, a volt MHS épületeként, vagy volt börtönként, a bíróság mögötti épület előtti udvaron és az Egyesület irodája. A Karcag Ifjúság és Lurkó iroda az önkormányzatnak és az Agrárkamarának köszönhetően fogadhatja itt a fiatalokat. Ugye a Karcag Ifjúság és Lurkó iroda az önkormányzatnak és az Agrárkamarának köszönhetően tudta megnyitni a kapuit. Hát egy sajnálatos időpontban tavaly ősszel, így amikor megnyitottuk, be is zártuk. A különböző törvényi rendelkezések, kormányhatározatok ugye a Covid-járvány miatt sajnos ezt tették kötelezővé. Szerencsénkre azért most tavaszra már újra beindult az élet, ahogy az iskola a végéhez közeledett, ki tudtunk mi is nyitni, nyáron már most folyamatos a nyitottartás is. Ez a családi nap azt gondolom azt a célt is szolgálja, hogy én gondolom és hiszem, hogy még nagyon sokan nem tudják, gyerekek, családok, fiatalok, hogy itt van egy ilyen tér és lehetőség. Tehát ez a családi nap azt a célt is tudja szolgálni, hogy megismertessük magunkat a várossal. Nagyon reméljük, ahogy elindul az iskola, és reméljük, hogy elindul az iskola, és reméljük, hogy nem online, úgy egyre több gyerek, egyre több fiatal szokik majd ide, és tölti itt akár a délutánját. Ez igaz azokra is, akik karcagiak, és igaz azokra is, akik Karcagon tanulnak, de mondjuk várnak a buszukra haza, akár mondjuk Bucsára. Ide be tudnak jönni, itt vannak egy normális, tiszta környezetben, van mobil internet, ez már egy hívószó, van babzsák, abba bele lehet ülni, pocolni, van mosdónk, tudnak pingpongozni, tudnak xboxozni, tudnak egy pohár vizet, teát, kávét kérni. Én azt gondolom, hogy reméljük, hogy itt, mivel ráadásul a belváros szívében vagyunk, és a busz vég sincs olyan messze tőlünk, tényleg ez egy ilyen találkozási pont lesz. Beszéltük a 29-ét, hogy mivel várják önöket, de aki mondjuk jövő héten szeretne bejönni, hogy vannak nyitva? Hivatalosan mindig keddi naptól szombatig. Kedd, szerda, csütörtökön 11-től 18 óráig, pénteken, szombaton később nyitunk, de később is zárunk 13-tól 20 óráig. Azért mondom most el ezeket, mert ez még most a nyári nyitvatartás. Szeptemberben biztos, hogy ezen alakítani fogunk, már csak az iskola miatt is, tehát hogy 11 órakor esetleg ne itt pingpongozzanak gyerekek a matek óra helyett, és okozzunk ezzel gondot, problémát iskoláknak, tanároknak, szülőknek. Illetve hát azon is el kell gondolkozni, hogy ősszel azért, illetve majd télen azért hamarabb sötétedik, tehát hogy lehet, hogy az este 8 az már egy kicsit késői nyitvatartás, de lehet, hogy pont addig kell nyitva lennünk minden nap. Ezek még azért a jövő zenéi. A családi napra akár nagymamák is jöhetnek unokáikkal. A szervezők olyan eseményekkel is készülnek, amihez a szabad tér kell, és nem egy iroda, ahol van tévé, meg számítógép. Amennyiben rossz idő lesz, akkor is várják a családokat. Ez fontos kihangsúlyozni, hogy amennyiben az időjárás is kegyes lesz hozzánk, az önkormányzattól mi megkértük az engedélyt, hogy itt az előttünk lévő parkolót is használjuk, hiszen készülünk olyan eseményekkel, például vizes bombajáték, ami mondjuk inkább kint a szabad téren tud jól funkcionálni, és nem egy irodában, ahol van tévé, meg számítógép, meg stb. De amennyiben rossz időnk van, akkor is várjuk a családokat, mert itt a Kifliben is 20-30-50-en egyszerre el tudunk lenni. Készülünk kézműves foglalkozásokkal, készülünk a kicsiknek, nagyoknak arcfestéssel, készülünk társas játékokkal, lehet pingpongozni, lehet a különböző Xbox vagy különböző ilyen online játékokat kipróbálni. De aki csak be akar jönni és megnézni a helyet, azt is szeretettel várjuk. Az iroda munkatársai arra is nyitottak, hogy akár egy nyugdíjas klubnak ide is szervezzenek programot. Alapvetően a Kifli a fiatalokért jött létre, de nem zárkóznak el semmelyik korosztálytól sem. Sőt, arra is nyitottak vagyunk, hogy akár egy nyugdíjas klub megkeressen bennünket, és ide szervezzen egy programot. Tehát alapvetően a Kifli, a Karcag Ifjúság és Lurkó iroda a fiatalokért jött létre, de nem zárkózunk el semmelyik korosztálytól sem. Itt lehet akár egy nagymama, unoka, kakaó, kalács délutánt is szervezni. A hely adott, mi adottak vagyunk, reméljük, hogy a Covid az már nem adott, és nyitva is tudunk maradni szeptembertől. Az idézetekre meg tényleg csak annyit, meg magára az egész helyről, ezt azért mindig büszkeséggel mondom el, hogy alapvetően minden, amit itt látunk, az a fiatalok, a Diák Önkormányzat is fiatalok kezenyomát dicséri, tehát ők festették ki, ők festették fel az idézeteket, ők választották ki az idézeteket, a Kifli nevet is ők maguk találták ki, tehát hogy nem egy
egy olyan pályázati projektről beszélünk, hogy itt volt 20 millió forint, és akkor hívtunk egy festőt, hanem tényleg itt önkéntes munkával, fiatalok, meg mi raktuk bele az időnket, energiánkat, hogy ez a hely most így nézzen ki. Kovácsné Kacsó Emília, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal, Karcagi járási hivatal népegészségügyi osztály igazgatási ügyintézője, az emberi erőforrások minisztere elismerő oklevelét vehette át. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele. Kormány tisztviselőként 2002 óta dolgozik a népegészségügyi igazgatásban. Az elmúlt 19 évben végzett tevékenysége megmutatta, hogy munkájára a szakszerűség, a gyorsaság és a hatékonyság jellemző. Feladatellátása során kiemelt figyelmet fordít az osztály ügyfeleivel való kapcsolattartásra és a hatékony együttműködésre, hangzott el többek között róla a méltatásakor. Mint elmondta, 2002. május 6-án kezdett dolgozni az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat Karcagi Városi Intézetében, előtte is az egészségügyben tevékenykedett. Amikor szakmát kellett, vagy továbbtanulást kellett választani, akkor a Móricz Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola ügyviteli szakára jelentkeztem, és akkor sikeres felvételi után, és kerültem oda, ott tanulmányom befejezése után pedig elhelyezkedtem, hát teljesen más területen, a Népi Iparművészeti Szövetkezetnél. Utána végeredményben ott dolgoztam egészen 95-ig, kislányom születéséig, utána kerültem ki a K.T. Gábor kórházba, az már az egészségügy felé orientálódik végeredményben, orvosírnokként voltam foglalkoztatva, fertőzőbeteg osztályon, illetve a bőrgyógyászati osztályon voltam. Most a bőrgyógyászati osztályon dr. Varga Gizella, a főorvosnő volt az osztályvezető abban az időben. Férje az ANTS Városi Intézetének a helyettes városi tiszti orvosa, főorvosa volt, és őneki az ajánlására kerültem, illetve adtam be önéletrajzomat a városi intézethez, és nyertem felvételt 2002. május 6-án, és azóta vagyok itt. A COVID-19 világjárvány elleni védekezés miatt rendkívüli módon megnövekedett járványügyi hatósági feladatok ellátása. A népegészségügyi osztály járványügyi intézkedéseivel kapcsolatos adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása és koordinálása mellett számtalanszor vett részt a járvány megfékezése érdekében végzett járványügyi vizsgálatokban és munkatársaival együtt, munkaidőn túl is, állandó hétvégi munkavégzéssel. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy háttérmunkás vagyok, mert a szakmai feladatokat végeredményben a kollégáim, a közegészségügyi és járványügyi feladatokat ellátó kormánytisztviselők látják el. Én inkább az adminisztratív oldalon vagyok. De mindezek mellett a temetkezési szolgáltatókkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokban, illetve a korbonszani vizsgálat nélküli hamvasztásos ügyeknél nyújtok segítséget, illetve akkor találkozok a ügyfelekkel. De egyébként a COVID idején, hogyha lehet így mondani, akkor nagyon sok tájékoztatást nyújtottam a érdeklődők felé, hiszen ez egy teljesen új volt az emberek számára és a mi számunkra is, tehát a pozitív eredmény megléte után nagyon sokan érdeklődtek, és adtam tájékoztatást a akkori aktuális eljárásán szerint, hogy mi is a teendő. A megnövekedett járványügyi feladat ellátásunkat segítették a karcagi, tiszafüredi és kunhegyesi járási hivatal más szervezeti egységeiből osztályunkon történő munkavégzésre áthelyezett kormánytisztviselők, munkavállalók, akik vállalták a napi munkaidőn felül és hétvégére elrendelt rendkívüli munkavégzést is. Hát a COVID idején az nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, mert többször az ügyfelek is mondták, akik kerestek bennünket szombaton, vasárnap, hogy ők nem is gondolták, hogy mi benn vagyunk és dolgozunk. Megosztottuk a hétvégéket azért, hogy a családra is maradjon idő, illetve hogy fel tudjunk egy kicsit töltődni. Hát ez volt, amikor többé-kevésbé sikerült is, de hát elválasztani nem igazán lehet. Tehát az olyan időszak volt, amikor úgy nem tudta az ember elvonatkoztatni önmagától végeredményben, de azért igyekeztünk
otthon lenni, azért egy kicsit félretenni, és akkor a hétköznapokat élni. Lelkiismeretesen több mint fél évet dolgoztak osztályunkon. Munkavégzésük nagy segítséget jelentett részünkre, mondta a díjazott, aki úgy érzi a miniszteri elismerés, ami nagy meglepetés volt a számára. Nem csak neki, hanem az említett kollégáinak is szól. Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a konferencián elmondta, hogy Magyarországon a család férfi és női tagjait, a gyerekeket és nagyszülőket is magába foglaló családi gazdaságok megerősítésére került sor egy új törvényi szabályozás és a hozzá kapcsolódó adóreform révén. Új lehetőségeket nyit a nők agráriumhoz kapcsolódó szerepvállalásának erősödésében. A mezőgazdasági munka hagyományos jellegének és nehézségének 21. századi átalakulása, az automatizációt és digitalizációt jelentő új technológiák térnyerése, amit a magyar agrárpolitika egy jelentős beruházási programmal támogat. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar kormány külön programot indított a magyar falvak infrastruktúrájának, közszolgáltatásainak fejlesztése érdekében, ami az óvodák, orvosi rendelők fejlesztése, vagy éppen az utak rendbetétele révén jelentősen javítja a kistelepülésen élők életkörülményeit, teszi vonzóbbá az ottani életet a fiatalok számára is. Az esemény végén a résztvevő országok közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben elkötelezettségüket fejezték ki a vidéki térségeik fejlesztése, a vidéki területeken élő nők helyzetének javítása mellett. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!